Sulpicius Severus három művet írt Mártonról, ezek közül a legismertebb a Vita Martini, illetve három levél, amelyekben például Márton halálának és temetésének körülményeit jegyezte fel. A Dialógusok című művet 405 körül írta Sulpicius. A párbeszédes formula Cicero és Platón óta bevett irodalmi műfaj volt az ókorban. Három beszélgető partner osztja meg élményeit a keleti szerzetességről, Szent Mártonról és az ő korabeli elfogadásáról, megítéléséről. Dialógusok könyve a Sulpicius Severusnak a harmadik munkája, amely Szent Mártonról szól, és a harmadik műfaj, amelyet választ, ez a dialógusok műfaja, amely az ókori irodalomban Platón és Cicero óta ismerős és elfogadott. Három beszélgető partner osztja meg az élményeit, Postumianus, Gallus és Sulpicius Severus, aki beszámol erről a beszélgetésről. Postumianus, és ez az első hang a dialógusokban, a keleti szerzetesek között tett utazásáról beszél, és a nyugati érdeklődő szerzetesi arisztokrata közösség számára azt mondja el, hogy milyen ez a csodás angyali világ, amely Egyiptomban a szerzetesek között megvalósul, valamiképpen ez már a paradicsom a Földön. Ez az első könyv tartalma. A második könyvben Gallus, akinek a neve beszédes név, a gallember, hiszen itt vagyunk ebben a környezetben. Ő mondja el saját élményeit Mártonnal kapcsolatban. Az derül ki, hogy azok a csodák, azok a tettek, amelyeket Márton végbevitt, azok valamiképpen másai a keleti szerzeteseknek a tetteinek. Éppen úgy űz ki démonokat, éppen úgy gyógyít embereket, éppen úgy jobban van a teremtett világ minden elemével, a fákkal és az állatokkal. A dialógusokban megszólal egy harmadik hang is, amelyet mind a három beszélgető képvisel, ez egy komoly egyházkritikai hang, amely leginkább arra fut ki, hogy a démonok, az állatok mind meghátráltak és elfogadták Márton csodatévő erejét, egyedül a korabeli püspökök és papok és keresztények nem teszik ezt. És ez a probléma az egész dialógusok könyvében, hogy vannak olyan emberek, akik valamiképpen nem fogadják el vagy Mártont, vagy azt a módot, ahogyan erről Sulpicius ír. És a végkövetkeztetése a könyvnek az az, hogyha érdeklődünk a keleti szerzetesek iránt, de nem fogadjuk el Mártont, aki nagyobb, mint a keleti szerzetesek, akkor ez egyfajta diskrepancia, és meg kéne változtatnunk a befogadói magatartásunkat, és talán meg kéne térnünk, és el kéne fogadni Mártont, mint aki az evangéliumra, Krisztusra mutató nagy jel. Persze nem biztos, hogy minden befogadó ilyen könnyen tud változni, és az is lehet, hogy aki olvassa ezt a dialógusok könyvét, az nem is kétkedik Mártonnal kapcsolatban. Ezért van egy nagyon finom hang a dialógusok könyvében, amely pont Gallus személyében valósul meg. Gallus, aki a átlagembert is jelzi, ahogy a neve is mondja, a gallember. És ő mondja ki az egyik beszélgetésben, hogy miért kérsz tőlünk számon olyan dolgot, amire nem vagyunk képesek. Gallok vagyunk. És ekkor ő elpirul. Magyarul megvalósította a legnagyobb szerzetesi erényt, tudniillik alázatos volt. És hogyha már Márton példájára azt el tudjuk ismerni, hogy alázatosak vagyunk, hogy mi is éppen úgy, mint Márton, és akikkel ő jót tett, koldusok vagyunk, akkor már megtettük az első lépést. És a dialógusok könyve abban segíti a befogadót, hogy a saját életében megtalálja azt a pontot, ahol a szerzetesi erényeket, az alázatosságot, vagy annak, hogy az elismerését, hogy koldus vagyok, nos, ezeket megtalálja. Sulpicius írását a Szent Márton év kapcsán fordította magyarra Tejcsics Konrád bencés szerzetes. A tervek szerint a művet április 15-én mutatják be Pannonhalmán. Tejcsics Konrád előadását a Szent Márton Akadémián készült korábbi felvételekkel együtt a Szombathelyi Egyházmegye jubileumi weboldalán, illetve a Szombathelyi Televízió képernyőjén tekinthetik meg.